Köszöntöm nézőinket, Mirk István, Alsónyék polgármestere, az ismerős mai vendége. Polgármester úr, egy olyan dologgal kell kezdenem, ami számomra is most néhány perce derül csak ki, és én nem akarok senkit megbántani, lehet, hogy nem beszéltem korábbi kollégáival róla, de talán még nem beszélgettem senkivel arról, hogy ezt a funkciót társadalmi munkában, vagy nem is tudom, milyennek a pontos neve látja el ön ott Alsónyéken, hát hogy van ez? Hát én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm ezt a nyilvánosságot, ahol beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Hát igen, nem főállásos polgármester vagyok, hanem társadalmi tisztségben látom én el. Az erődöm is itt tette 12 éven keresztül, és most a váltáskor is ez így történt, amit egyébként én racionálisnak is tartok egy ilyen kis település életében, mert hát bizony a mai polgármesteri fizetéseket, hogyha megnézzük, akkor elég a magyar kereseti viszonyokhoz képest persze eléggé nagy terhet jelentenek az önkormányzati költségvetésen belül, hiszen a mi településünknek egy ilyen 80 millió forintos a költségvetése. Most ebben, ha én egy 5-6 millió forintot bérre vinnék el, nem is érezném jól magam. Mit jelent ez a napi gyakorlatot tekintve? Önnek ezáltal sokkal több munkája van, vagy lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen az energiáját áldozza fel? A némi költség mellett természetesen. Hát a napom az rendesen ki van használva. Nem is választom én a napi teendőim során, nem választom ketté az ügyeket, hanem ahogy a feladat adódik, hol a sajátom, hol az önkormányzati, azt végzem, amit pont tenni kell abban az időpontban. Elég nagy az időigénye ennek a funkciónak, nagyon sok az olvasnivaló, nagyon sok az olyan rendezvény, amin részt kell venni, mert az ember úgy gondolja, hogy ha nem vesz rajta részt, akkor lemarad valamiről, aztán utólag persze azt mondja, hogy miért is jöttem el, mert amit elmondtak, azt mondjuk 10 perc alatt elolvashattam volna valahol, de előre ezt nem tudom sose, és mindig hiányérzetem van, hogyha valahol nem megyek el, tehát én itt egyszer egy hatalmas időigény. A településsel együtt élek, tehát egy pici falu, 10 perc alatt szinte minden utcáján végig tudok autókázni és találkozni. Szemben tekintetek, tartja az eseményeket. Találkozni tekintetekkel, meg ápolt vagy ápolatlan ház elejével, és stb. Stb. Tehát úgy érzem, hogy együtt élünk. A hivatását említette, hogy tulajdonképpen amellé sorolja, vagy a kettőt összemosva végzi a napi munkát. Mi az ön hivatása? Én kertészmérnök vagyok. Amíg léteztek az állami gazdaságok nagy számban, addig én egy állami gazdaságban dolgoztam, hosszú egy állami gazdaságban, és amikor azt felszámolták, azóta magángazdálkodást folytatok, hát illetve most mellette ezt a funkciót is fölvállaltam. A magángazdálkodás miatt került ide Alsónyékre, vagy innen származik? Hát... Végül is a magángazdálkodással olyan kapcsán kerültem ide, mert még mint állami gazdaságban dolgozó szőlész, borász, munkakörben tevékenykedő, és ez az ágazathoz nagyon szorosan kötődő személy, vettem egy darab szőlőföldet, meg egy tanyát a nyéki határban. És aztán ennek a következő lépés az volt, hogy vettem egy házat a faluban, amit átalakítottunk mai igényeknek megfelelően, és itt élem 18 éve, azt hiszem, most 20 éve. Korábban? Honnan hát, költöztek ide? Hosszúhegyen. Hosszúhegyen a munka. Igen, ott szolgálati lakásban, illetve Baján, aztán saját lakásban laktam, de gyerekkoromban Bátaszéken is laktunk. Tehát azért megvolt itt a kötődés. Volt kötődés, igen, igen. Miért nem volt önnek elég csak a gazdálkodás? Hát aztán ott van munka, fizikai erőt nem kímélő feladatok ezek, ugye? Úgyhogy lehetett volna azt mondani, hogy hát bőven elég ez nekem, nemhogy még egy polgármesterség a tetejébe. Hát igen. Van, aki így gondolkodik. Valahogy úgy éreztem, hogy mindig többet lehetne tenni a faluban, mint ami történik. Okkal, ok nélkül, de ami történik, nem keresek én itt személyi okokat ehhez, de
mindig volt bennem egy olyan érzés, hogy igenis itt lehet többet tenni. Tehát, hogy a széthulló falu helyett inkább egy összefogó falut, egy rossz hangulatú közösség helyett egy jó hangulatú közösséget lehet újra összekovácsolni, és ezeket végig gondolva, már egyszer egy korábbi ciklusban is rábeszéltek a falubeliek, hogy induljak el. Hát mindenféle korteskedés nélkül bejelentkeztem, de hát akkor nem választottak meg, néhány szavazat hiányzott egyébként, csak hogy akkor is megválasztanak a polgármesternek. Most meg nagyon könnyű, hogy győztem, mert senki más nem indult. Komolyan? Igen. Tehát nem volt... Nem, nem. De ez mi volt ennek az oka, ön szerint? Hát kicsi falu, iskola nélküli falu, meglehetősen szűkös értelmiségi réteggel, tehát nem sok a választék, tehát így kerültem én is nyilván napirendre. De látja, milyen érdekes, amit mond, mert ön például mégis itt lehet otthonra. Én mindig természet közelben szerettem élni, tehát a szakmámat is nyilván ezért választottam én, a kertész szakmát. Tehát én, nekem ez természetes. Én nem tudnék elképzelni egy városi házban egy életet. Nem városi házban, hanem egy emeletes lakótelepi lakásban például. Nyilván nem találnám magam jól. Eltelt ugye 2 év, sikerült valamit intézni a tervekből? Tehát lehet azt mondani, hogy egy kicsit felrázta a falut, jobb a közélet, jobb az emberek kedve? Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Sok minden apró dolgot tudtunk tenni, apró dolgot azért, mert nincs pénz. Nem volt... 80 millió forintból. Hát annak a 96% az működési költség, tehát semmi pályázati szándékok se nagyon voltak a korábbi években, mert nem voltak az íróasztal fiókban tervek, elképzelések, tehát most kellett elindítani egy ilyen tervező munkát, meg keresni a kitörési lehetőségeket, és ebben nagyon nagyokat sikerült lépnünk. Rendet tettünk a faluban, a több 10-20 éves szemétdombokat eltakarítottuk, amik látszólag picike dolgok, de fontosak egyébként a lakókörnyezetünkben, hogy akárhonnan közelítettünk a falhoz, mindenhol ez az első látvány, hogy összegyűlt évtizedes szemétkupacok, és szerveztünk a faluban egy ilyen lomtanítási, szeméttejítési napot is, lám-lám, a falu közösség megmozdult. Tehát jöttek az emberek, és szép rend lett a faluban, és ezt a rendet azóta fenntartják. Tehát valahol mégiscsak működik ez a közösség, egymásra figyelnek, és nem pakolták újra oda-vissza a szemetet, míg a városi kollégáktól azt hallom, hogy nem tudják megoldani ezeket a problémákat. Tehát lélektelenebb a város, mint egy falu. Nem volt igazán olyan nap, ahol egy falusi rendezvény, egy jókedvű falusi gyülekezet jöjjön össze, és már tavaly nyáron rendeztünk egy falunapot először, ami fergetegesen jól sikerült. És idén ezt megismételtük, ami szintén nagyon jól sikerült. Hát aztán keresünk kulturális eseményekre lehetőséget. Adventkor például a templomunkban volt egy adventi koncert, egy orgonaművész meg egy tárogató művész játszott. Ezek meg is lepik a falubelieket, mert nem is tudják hirtelen, hogy mit kezdjenek ezzel a dologgal, tehát ezeket be kell vezetni. Volt egy falumúzeum csíra, azt a Vosinszki Múzeum szakemberével karöltve nagyon szép múzeummá varázsoltuk. Aztán hát sok apró dolog történt. Akadálymentesítés a polgármesteri hivatalnál, utcapa felületek rendbetétele, a művelődési ház előtt nem lehet megállni, mert sártenger volt, és most meg lehet állni, mert murvával leszorva ugyan, de olcsón, kis pénzből szépé tettük. És hát készült egy csomó terv. A sár közt tele van gyönyörű épített emlékekkel, nagyon szép régi gazdaházakkal, és
Én neked mindig nagyon-nagyon tetszett, és az én lakásom is egy ilyenből lett kialakítva. És gondoltam egyet, hogy ez a Sárköz egy olyan értékes hely, hogy akár kire nem kéne bízni ennek az egésznek a megítélését, rendbetételét, és felhívtam telefonon a Kovecet, hogy nem jönne el ide megnézni a Sárközt, mert hogy itt még semmit nem csinált, nem tette le a keze nyomát, én pontosan ezt mondtam neki, és mit az Isten, azt kérdezte, hogy akkor mikor jöjjek, és azóta már jó párszor itt voltam a Kovec és a csapata, és hát velük együtt munkálkodva próbáljuk ezt az örökséget megmenteni. Azt érzem a szavakból, hogy ön elsősorban talán nem is tudom, hogy igényességet próbált vinni ebbe a faluba. Nem akarok senkit megbántani, tehát távol álljon tőlem, de valami kultúra iránti fogékonyságot, vagy nem tudom, valahogy ezt érzem, hogy igényességet, nem tudom miért. Jó ez a megfogalmazás, hogy nem vinni a faluba, hanem újraébreszteni. Így, igen. Mert mindig igényes volt a Sárköz, nagyon is igényes, csak valahol az elmúlt 40-50 évben ez leértékelődött. Uh-huh. Tehát ezeket az értékeket újra fel kell fedezni, újra az emberek szemét ki kell nyitni, ezek iránt fogékonnyá tenni, és nem szégyelni a falusi mi volt ott, hanem inkább büszkének lenni rá. És én azt látom, hogy a nyéki emberek jelentős része az büszke, tehát identitástudata van, és büszke, hogy alsónyéki. És hogy tudom én, tudja a sárközi táncokat, és a többi, és a többi. Tehát. Családjáról egy kicsit beszéljünk bővebben. Kik azok, akik támogatják a háttérben, akik segítenek? Hát ez több nekifutásból sikerült nekem ez a család ügy. Vannak igen nagy fiaim, sőt a nagypapa vagyok az első házasságom után, és onnit az egyik fiam az a gazdaságban dolgozik, az egyik telepen a szőlészetet és a borászati üzemet csinálja, és hát a másik házasságom van egy pici lánya, aki most 10 éves. Akkor már ő se olyan nagyon pici. És egyébként könnyen fogadta a felesége is ezt az alsónyéki költözést, illetve a polgármesterséget? Tehát itt sokan elmondták már, hogy azért a család már azért tudja ezt mindenki, hogy a polgármesterséggel egyenesen, arányosan megnőnek a gondok, kevesebbet látni a családfőt, vagy éppen a családanyát, ugye vannak női polgármestereink is a megyében. És hát van, aki elmondta bizony, hogy a kedves feleség le akarta beszélni, hogy hát ugyan már, de hogy... Nem. Bizonyos fenntartások voltak, inkább az óvatos pozíció elfoglalása volt itt a jellemző, de hát segítséget kapok én ehhez. Tehát én vagyok a lótifuti, a feleségem meg biztos csinálja az irodai dolgait a cégünknek, meg mindenben segít. Hobbi, valami különleges hobbija van-e? Még a falu azért szeretnék mondani, hogy... Akkor a falu a hobbija ezek szerint. Nem csak az, nem. Uh-huh. Az ilyen sokkal több van. Hogy ugye mondtam, hogy elkezdtünk tervezgetni, és igen. Hát a SAPPART pályázatra 4 nagy pályázatot nyújtottunk be. A 4 pályázat egy 240 millió forintos program, vagy elképzelés, amit, hogyha sikerülne megcsinálni, akkor az megváltozna Alsónyék. Tehát. Uh-huh. Na mondom én, hogy azért van itt valami, azért megszállottja ennek az ügynek, nem? Hát... Kell is, én azt gondolom. Másért nem nagyon érdemes csinálni, pénzért nem érdemes csinálni, tehát ez természetes, hogy csak van belső indítatásból megy a dolog. Gondolkodik-e, szokott-e így gondolkodni a nyíki jövőn? Tehát úgy van-e valami elképzelése, hogy mondjuk... 10 év múlva hogy nézzen ki ez a falu? Mit álmodik oda? Hát a terveket, amiket készítettünk, az egy ilyen megálmodás eredménye, amit a saját kútfőmből merítettem csupán, tehát ebben munkatársaim, a képviselőtestület és mások támogatását élvezem.
Nyilván, hogy mint általában a mezőgazdasági falvaknak van kitörési pontot kell keresni, hát nyéknek is szerintem vannak ilyen kitörési pontjai. Itt az agrárturizmust, a fosturizmust ugye sokan mondogatják, ha nem is egy falu megélhetését jelentheti ez, de egy bizonyos körnek a megélhetését jelentheti. Van egy csodálatos szőlőhegye Alsónyéknek, mint a szekszári borvidék része, ugye, ami szintén egy nagyon-nagyon jó falusi turizmus lehetőség lenne. Tehát én gondolom, hogy vannak kitörési pontok ilyen vonatkozásban. A városiak egy része kezd kitelepülni, tehát ha úgy tetszik, akkor nem azt mondanám, hogy alvó falu, de valahol a város vonzás körébe betartozó település lehet, mind Bajától, mind Alsó, mind Szekszártól 18 kilométerre vagyunk, tehát egy kőhajításnyira. Nem egy nagy távolság, így van. És azt látom, hogy az ott felnövekedett fiatalok egy jó része az le is telepszik, tehát maradnak. Én úgy látom, ez a létszám, ez a 820 fős létszám, ez valahol talán konstansnak gondolható. De jól érzik magukat, nem? Őről is nekem valahogy az sugárzik, hogy úgy minden rendben legyen, úgy irányítani, és talán az az érdekes, hogy 820 fő az ember belegondol, hogy tényleg ilyen kis településen, gondolom, hogy itt nem úgy működnek a dolgok, hogy nem tudom, van egy kiírás, hanem ahogy mondja, ahogy a napi köröket futja, hogy mindenkivel megáll, esetleg nem tudom, odaszól, ez legyen rendben, az intéződjön-e, valahogy így képzel. Ha igen. Mintha nem csak egy testület, hanem ez az egész közösség irányítaná ezt a falut, lehet ezt mondani? Igen, azt hiszem. Hát valamikor is egy falu élete így folyt. Tehát voltak közösségi szokások, elvárások egymással szemben, ez most is működik. És reméljük, hogy működni is fog. Igen. Még a beszélgetés végén azért egy valamire utalt, hogy vannak hobbik. Azért egy kicsit, hogy önről is beszéljünk. Hát mik ezek a hobbik Alsónyéken túl, a településen túl? Hát volt egy vágyam valamikor kicsikoromtól, hogy lovaim legyenek. Aztán hát olyan 40 évesen elgondolkodtam, hogy ha most nem kezdek bele, akkor már utána nincs sok értelme. Hát most belekezdtem a lóügybe is. Hát már eszik a fejemet, mert vagy 40-50 lovunk van, és túlnőtt a hobbi kategórián, és ma kemény veszteséget produkál a gazdaságunknak, de még mindig türelmesen viseljük, ameddig képesek vagyunk viselni. Ez a recessziós mai közhangulat nem kedvez ennek a fajta dolognak, mert eléggé költséges dolog a lótartás, és hiányzik az a felszabadult polgári réteg, aki úgy érzi, hogy megengedheti magának ezt a luxust, ha úgy tetszik. Hát lehet, hogy majd valahogy ezt is a falu javára lehet fordítani. Nagyon érdekes tapasztalataim vannak. Egy 3-4 évvel ezelőtt akkor volt egy felélénkülés, ha úgy tetszik, és nagyon sokan vettek lovat, csikót, és most egy 2 év ez megállt, ez a folyamat, és nem akarok ebből én politikai következtetéseket levonni, de... Úgy érzi, hogy ez is mutat valamit. De valahol valami a hangulattal nem stimmel. De látja, ez is milyen érdekes, hogy ott Alsónyéken a nagy politikai dolgokat ön ebben látja, hát, viszont. Szinte, minden mindennel összefügg. Igen, aztán lehet, hogy nem jó következtetésem. Polgármester úr, én nagyon örülök tényleg, hogy megismertem önt, és hogy talán mondhatom, és ezt vállalom is, hogy egy kicsit más szemléletben gondolkodó településvezetésről hallhattam, és én ehhez csak további jó munkát tudok kívánni, és hogy ez a fajta munka, ez tényleg minél szélesebb körben valósuljon meg. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a nézőknek a figyelmet, természetesen tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.